Mint sok sportolónak, Hellebrand Mátinak is különleges volt a 2020-as esztendő. A kétszeres olimpikon felnőtt pályafutása során ez volt az első év, amikor nem indult külföldi versenyen, sőt sokáig még az is kérdéses volt, hogy lesz-e egyáltalán lehetősége versenyezni. Végül szeptemberben 4 alkalommal rajta az állhatott Pokrovenszky József tanítványa, igaz, a 4 verseny távja összesen nem tette ki azt az 50 kilométert, amelyre alapesetben készült Máté. A Békés Csabai 20 kilométeres országos bajnokságon aranyéremmel zárta a röpke versenyszezont a nyíregyházi atléta, aki a lehető legtöbbet igyekezett kihozni, a kényszerhelyzet teremtette hosszú felkészülési időszakból. Próbáltuk úgy csinálni az edzőmmel, Pokrovenszky Józseffel, hogy ezeket a rövid távokat hasznosítani, hogy egész évben ugye mi 50 km-re készültünk, és a gyorsaságom kicsit így leromlott, viszont ezekkel a rövid távokkal tudtuk ezt a tulajdonságot is erősíteni. Szóval pozitívan próbáltuk felfogni, megfogni ennek a jó oldalát is, és érezzük is egyébként ennek a hatását, mivel az utolsó versenyemen, a Békés Csabai 20 km-es országos bajnokságon nagyon jó időt sikerült gyalogolnom. Ha lett volna mezőny, akkor talán még egyéni csúcs is lett volna, de igazából így sem panaszkodom, mert tényleg magamhoz képest nagyon jót mentem. Máté 3 hét pihenőt kapott, majd a hét elején már elkezdte az edzéseket. Egyelőre sok a bizonytalanság a jövőt illetően, az viszont biztos, hogy idén nem utazhat külföldi edzőtáborba gyalogló. Mi sodródunk az ára, szóval elkezdjük a felkészülést, és igazából nézzük a híreket, hogy mi változik, vagy mi nem. Szeretnénk ugyanazt megcsinálni, amit tavaly, egy nagyon jó felkészülést, egy téli és tavaszi alapozást, és hát elindulni remélhetőleg majd márciusban a Dudince 50 km-es országos bajnokságon, ahol szeretnénk majd az olimpiára a szintidőt teljesíteni. Reméljük, hogy ez sikerülni fog, illetve az előtte lévő edzőtáborokba is reméljük, hogy sikerül eljutnunk. Azt már biztos tudom, hogy december 31-ig külföldi edzőtáborokba nem tudunk elmenni. Ez egyébként nagyban megnehezíti majd a munkánkat, ha olyan telünk lesz, ahol, hogyha sok hó lesz, illetve nagyon hideg lesz, akkor erre majd ki kell találnunk valamit, de bízom benne, hogy minden rendben lesz. Mint Hellebrand Máté elmondta, figyelemmel kíséri külföldi riválisai teljesítményét, és az időeredményekből arra következtetésre jutott, hogy hozzá hasonlóan a többiek is nehézségekkel küzdöttek az elmúlt hónapokban.